Na sziasztok, itt vagyunk a Denevér stúdióba. Lejöttem Töfi barátomhoz, hogy leforgassuk vele a Töfi visszatért, és megkérem Töfit, hogy nagyon szép körmondatokba beszéljen, mert az emberek azt nem szeretik, hogyha egy mondat vége nem úgy végződik, ahogy ők azt epres tészta. Töfikém, rajtad a virág szeme. Sziasztok! Most az első sztorim abból az időszakból származik, amikor főiskolás koromban az Eufória nevű csapatban játszottam, hát ennek már bőven több mint 30 éve. A többek között Fákja Endre gitáros barátommal játszottam együtt. Őt leginkább a Carmen zenekarból ismerhetitek egyébként. Ők voltak azok, akik elkövették azt a bizonyos kis palac, engedj be, nem engedlek, lófaszos engedj be. Lóval a kertembe. Szövegű feldolgozást, amivel valószínűleg örökre beírták magukat a magyar rock történelemben. De csak azért, hogy Endit tudjátok hová helyezni. Endi azóta egyébként már nem gitározik, viszont a Töfi 50 lemezen majd feltűnik egy régi Eufória dalban különben. Na szóval, róla szeretnék mesélni, mikor annak idején megismerkedtünk a koleszban, akkor kérdeztük, hogy hát hol laksz, honnan jöttél. Mondta, hogy Dégen lakik. Neki nézett, hogy Dég, mi az a Dég jelöl, még soha nem hallottunk. Csak Endi teljesen meg volt rökönyödve, hogy hát hogy lettek ilyen műveletlenek, nem tudjátok, hogy mi az a Dég. Egyébként egy kis település ott a Balaton alatt nem messze a hírhet Enyingtől, de egyébként még Festetics kastély is van ott, tehát tulajdonképpen illene ismerni, de tényleg senki nem tudta a csapatból, és Endre ezen ki volt akadva. És akkor elkezdtem mondani, de hát Dég egy világváros, hogy nem ismeritek. Régebben még volt vasútállomásunk is. Igaz, hogy felszedték a vonatsineket, a helybírják és kerítést csináltak belőle. Aztán a MÁV megpróbálta pótolni a sineket, de azok rendre eltűntek, és akkor egy idő után feladták a küzdelmet. Úgyhogy azóta nincs vasútállomás, de régen volt. Sőt, még padlófütéses fotipályánk is volt, ami hát így 30 évvel ezelőtt ilyen teljesen ez kifinek hangzott. Szóval ugye ez egy darabig játszottak is rajta, aztán végül is libatelep lett belőle, úgyhogy most ott a libán gágó. Most ha már libatelep, akkor erről kicsit hadd térjek ki, van egy nagyon jó sztorim az Oszciános időkből, mikor ott játszottam 99 környékén. Meghívtak minket egy kis fesztiválra, vagyis hát kis nagynak tervezett fesztiválra, ez valahol itt volt nem messze a Jászságban. Ez az az időszak, amikor sokan hitték azt, hogy elég pár ismert zenekart kiírni a plakátra, és akkor majd jobban őt kirőnek az emberek a földből. Hát nem így történt. Lementünk, hatalmas terület kint a pusztaságban, messze a lakóházoktól, és 50-100 ember lézengett a helyszínen, mégis nagyrészt Oszciános pólóba. És nyilván ránk jöttek, tehát nyilván bulit le kellett játszani, nem hagyhatjuk őket ott. És akkor egy gond volt az egésszel, hogy a színpad mellett bal oldalt volt egy 15-20 ezer főt számláló libatelep. Na most úgy képzeld, az valami embertelen hangosan gágottak. És borzalmas libafosztak volt mindenhol. És akkor képzeld, hogy így hegeztünk a színpadon, előttünk egy sor Oszcián pólós ember, jobbra pedig 20 ezer liba gágok, de olyan hangosan, hogy alig tudtunk játszani, mert nem hallottuk egymást a színpadon. A legjobb az volt, mikor ilyen énekeltetős kiállások voltak, tudod, hogy acél szív, és akkor gá-gá-gá-gá-gá, gá-gá-gá, Csadívó vagyok, gá-gá-gá-gá-gá, két padlót fogtam a rögéstől, na ez csak egy kis kitérő volt. Vissza Endre barátomhoz is. Dékel. Fura emberek voltak Dégen, minden héten mesélt valami vicces sztorit, és ebből szeretnék egy-kettőt szemezgetni, mert ezt így évekig mesélgettük egymás közt, és sokat rögtünk rajta. Mesélte például egyik alkalommal, hogy van ott egy fura fickó, akit idegesítettek a szomszéd tyúkjai. Azért mikor nem volt otthon a szomszéd, akkor átugrott a kerítésen, az összeset levágta, és így egy nagy halomba rakta az udvar közepén. Nagy death metal. Jaj, és jön hozzá, tudod, a szomszéd, nagy szörnyűködés, sivákolás, csávó jön ki, mit kajabál, már csak pucolni kell. Ennyi volt a hozzáfűzni valója gyakorlatilag. Hát ez jó, hogyha nem egy héttel előtte öltem meg. Ja. Szintén ez a figura voltak, hogy járdát csináltak az utcájukban, és akkor ugye a munkások lerakták ezek az óriási nagy régi ilyen kövekkel, tudom, amiből ez a régi fajta járda volt, jó nehezek. És akkor kirakták, csávó éjszaka felszedte az összeset, és így halomba rakta szépen, precízen az utca sarkon. Másnap megint lerakták a munkások, a csávó megint felszedte. És aztán igen, igen maradtak egy idő után, szóval végülis nem lett ilyen házat. A legnagyobb szavék egyébként a házi orvosnak a rendelőjéből származtak, mert hogy Endi édesanyja volt a házi orvos Dége. Bemegy a doktornőhöz egy nő, hogy doktornő, segítsen már kérem, a férjem nem foglalkozik velem, mindig a tisztókat hajkurázza. Nézzetek, házi orvosnál értem, azért az úgy nem semmit. És akkor pár nappal később megy haza a doktornő az utcán,
meglátja ez a nő, hogy doktornő, jöjjön gyorsan, most meg is tudom mutatni, és így húzta oda. Hogy majd a lukon benézzek, és megmutatja a férjét. Szóval nekem nagyon jókat kacagtunk, de egyébként a Bégi sztorikra azt tette fel a koronát, amikor itt sátraztunk Szolnokon a haverokkal, kint a Tiszánál, és Andy is itt volt velünk. És egyik nap mondja, hogy be kellene menni Szolnokra, hogy haza tudjon telefonálni délre. Na, oké, behoztam kocsival, megállok egy telefonfülkénél. Na, itt van Endre, akkor intézt. Ó, hát az nem jó, ott be kell menni a postára. De hát mondom, telefonfülkéből tudsz mondom, körzetszámot hívod, aztán mehet. Ádád Dégnek nincsen körzetszáma, be kell menni a postára, és majd ott felhívják, és oda kapcsolják neki, és akkor tud velük beszélni. Na mondom, ilyet még a filmekben, csak a filmekben láttunk vége. Bemegyünk a postára, mondja Endi a postás kisasszonynak, hogy kezi csokolom, Dég kettővel szeretnék beszélni. Kiszakadt bele a röhögés, mondom, ugye nem azt akarod mondani, hogy az a telefonszámotok, hogy kettő. Hát de, az egyes a polgármester, hivatal, a kettes a orvosi rende. Talán van egy hármas is valahol. Kész voltam. És akkor hát a postán persze hozzá sem tudtak szagolni a dologhoz. A vége az volt, hogy ilyen hatalmas régi könyveket lapoztak föl, és abból valahogy megfejtették, ilyen rendes kézikapcsolású telefonközpont volt ott, és a végén kapcsolták, és akkor tudott beszélni. Prajnál voltam kint, és egyszer az akartam telefonálni Lemberből, vagy 15 évvel ezelőtt, és kérdezte a nő, akit felhívtunk, orosz, hogy miért akarok halütel fel? Kinek, és mit fogok mondani? Majd eldönti, hogy ha akkor azt mondhatom, és annak mondhatom, és úgy mondhatom, ahogy akarom. És ha nem tetszett, nem kapcsol. Azt se semmi. És akkor ki kell találni, mit fogunk mondani, aztán más mondtunk, és akkor, de akkor fálgatják, és szét kapcsol. Hát azt se tréfa hallod. És akkor Töfikém, régen nyomadtad a Lady Macbeth-tel, azzal van valami őrületed esetleg? Vagy? Ó, persze, onnan is rengeteg sztori van. Már csak azért is aktuális egyébként, mert most újra összeállt a csapat, és ilyen 35 éves jubileumi koncertekre, meg kiadványokra készülünk. Most is épp a kapcsolódó lemez felvételek zajlanak. Most Jimi Hendrix újra összeállasztott. Ja. Na igen. Na szóval mi eszembe jutott a Lady Macbeth-es időkből, nagyon-nagyon aranyos kis történet. Hát 96-ban, hát ennek is már 25 éve. Itt aha, koncerteztünk nem messze innen Jászberényben, egy ilyen kisebb rockklub, ilyen 100-150 fős hely lehet. Önálló saját buli volt, csak mi játszottunk, úgy egész szépen meg is telt. Nyomjuk a nótánkat, de úgy valahogy nem nagyon pesgett a nép, elég jól játszottunk, egész jól is szóltunk, de ott ültek elszórva az asztaloknál, egy alig volt reakció. Nem nagyon értettük, mert végül is tudták, hogy Lady Macbethre vesznek egyet, tehát nem tudom, mire számítottak. Most ugye a Lady Macbethről tudni kell, hogy a tradicionális régi klasszik metal általában, igaz, hogy abban az időben kezdtünk kicsit modernebb dalokat is játszogatni, de azért klasszik metal alapvetően. Jó, új nótákat nem ismerik, oké, játszunk már régi nagyslágereket, hogy Ördögi Kör, meg Örökre eltűnök. Mondjuk, semmi reakció. Kezdtük már kínosan érezni magunkat. Jó, akkor jöjjenek feldolgozások. Metallica, Fight, még mindig semmi. Na jó, akkor jöjjenek a nem annyira stílusba vágó dolgok, mert hogy akkoriban volt, hogy a Csiga második gitáros, Másik. Ő volt a te voltál az első, én voltam. Hát te voltál az első, ő a másik. Én voltam a másik. Csiga volt a, az egyik. Csiga volt a főgitáros. Ja, te voltál meg a másik. A főkolompos, és abban az időben így teljesen ilyen rapmetálosodott, meg rapkórosodott. Limbiskit. Bemodernült, és olyan feldolgozásokat hozott, hogy játszottunk Buddy Kentet. Clawfinger, Faith No More, ilyenek. Tehát az abszolút már. Na, akkor jöjjenek ezekért. Toljuk Faith No More, Buddy Kent. Clawfinger az már tényleg elég brutál nóta volt. Semmi, csak annyi, hogy minden nóta közt így egy csávó bekiabált folyton, hogy Cannibal Corpse, Cannibal Corpse. Ez most álljon meg, ez Lady Macbeth koncert. Tehát ennél távolabb eső dolgot nem mondhatott, mint a Cannibal Corpse. És mikor már tényleg a Clawfinger után is azt mondta, hogy Cannibal Corpse. Mondom, jó van baszki, akkor játszunk Cannibal Corpse. Elkezdtem reszelni a gitáron össze-vissza, mint a félőrül, de csak így totál össze-vissza. Cannibal Corpse nótát életünkben nem hallottunk soha, azt tudni kell. De azért sejtettük, milyen lehet, és akkor dob-dob cséphadarás is beindult. Úgy képzeld el, abba a másodpercbe emberek így felboldultak, és mint a hangyaboly elkezdtek hemperegni. Néztünk, nem hittük el, hogy ilyen létezik, komolyan mondom, érted? Ha ezt meséli valaki, akkor tényleg nem hiszük el. És akkor egy pár percig csináltuk ezt, de hát röhögtünk, mert hát poén volt az egész. Frenetikus, siker utána minden, oké, okay. Buli lement, de a nagy poén csak ezután jött. Mikor pakolom el a cuccomat koncert után, oda jön hozzám a Cannibal Corpse-os csávó, azt mondja, háj apám, nagyon jó volt az a Cannibal Corpse volt, ú, de jól nyomtátok. Igaz, hogy a refrén az nem pont így van,
De azért nagyon jó volt, köszön, hogy eltoltátok. Atya úristen. Tehát felismerte. Fel, és megmondta, hogy de, nagyon jó volt, de a refrén az nem pont úgy van. Azt a mindenit mondom. És akkor egy kicsit így gondolkodom. De a gitárszóló stimmel. Egy kicsit gondolkodom estünk a többiekkel, akkor így a zeneiparból elfoglalt őket, illetve, hogy átértékeltétek az mi, életet. Mit akarunk mi itt az életetek. Ezzel a klasszik metállal.